Miért kérdez baromságokat? Mindenről tud, akkor mi a francnak kell kérdezősködni? Nem, mert annyira meredek, tehát az, hogy ön az orvosi lakásban lakik, az nekem egy nagyon... Valahol laknunk kell. Jó napot! Jó napot kell. Nem tudom, hogy itt a rendelés van-e? Szerintem már nincs. Már nincsen. Ön a polgármester úr? Igen. Jó napot kell neki. Hadházi Ákos vagyok. Azt hallottam, hogy ön itt lakik ebben az egészségházban. És ez azt hallottam, hogy erre önnek nincsen elvileg felhatalmazása rá. Figyeljem. Sok mindent hall az ember. Én azt mondom, hogy nem is vagyok polgármester, nem is itt lakom. Nem is képviselem a települést, viszont lehet. Akkor ön nem polgármester? De lakhatna itt, vagy akkor hogy teszik itt lakni? Orvos ön? Ön orvos? Bocsánat. Hozom a feladművalót. De ön orvos, vagy hogy teszik itt lakni? Vagy? Szép napot kívánok. Azt mondja már, orvosuk van? Nincs. Nincsen. Miért ne lenne? Hát olyan hülyeségeket kérdez, basszus. Ott van a parlamentben. Majdnem a Zsigorovival szembe ül. Miért kérdez baromságokat? Mindenről tud. Akkor mi a francnak kell kérdezősködni? Nem, mert annyira meredek. Tehát az, hogy ön az orvosi lakásban lakik, az nekem egy nagyon... Valahol laknunk kell. Hát... De foglalkozzon már. Saját dolgok. De van egy másik, én úgy tudom, hogy van egy másik szolgálati lakás is, nem? Ahova önnek be kéne jelentve lennie. Figyeljen, tehát akkor ott lakik a pribékjeivel együtt mindenről tud. Milyen pribékjei? Hát miért? Honnan tudja az ilyen dolgokat? Milyen pribékjei? Pribékekről nem tudok. Na hát, amit tudjuk, akkor az állatok. Nem tudok pribékekről. Tehát akkor ott lakik. Nem, köszönöm szépen, ennyit szerettem a kérdést. Tehát ezek szerint ott lakik. Nem, én nem lakok sehol. Köszönöm szépen. Viszontlátásra, köszönöm. Bátszőlősön vagyunk. A határ mellett nem helikopterrel érkeztem Szijjártó, már valószínűleg így jött volna. Itt a helyiek elmondták, hogy ez korábban régen, pár évtizede még egy 3000 fős település volt, ma már csak egy 300 fős település. Sajnos azt kell mondanom, hogy ma már természetes módon orvos sincsen a faluban. Megnéztem itt a kiírást, rendelés is csak kétszer van, kétszer egy órás rendelés van. Van más napokon is, be lehet ide jönni, az egészségház van mögöttem, de akkor csak receptfelírás történik. Viszont egy egészen egyedi eset miatt vagyok itt. Itt a helyiek elmondták, hogy 47 millió forintból megújult, úgymond ez az egészségház. Olyan nagyon nem újult meg, mert tetejét azt nem sikerült kicserélni, de leszigetelték, újak a nyílászárók, tehát történt nyilván egy beruházás. De ami miatt 47 millióból lehet volna egy 100 négyzetméteres vadonatúj házat is építeni. De mindegy, akárhogy is, ebben az egészségházban van egy orvosi szolgálati lakás, ami hát sajnos ma már vicces is kicsit, hiszen tényleg szinte reménytelenít, hogy egyszer orvos is legyen, egy orvosi szolgálati lakás, de ebben az orvosi szolgálati lakásban a polgármester lakik. És helyiek elmondták, hogy ennek a polgármesternek a képviselők azt mondták, hogy ne lakjon itt, tehát ő teljesen jogtalanul lakik itt, és amikor kétségbe vonták, hogy itt lakhat, akkor ő még egy hamisított aláírásokkal, egy hamisított utólagos szerződést csinált, és annak ellenére itt lakik, hogy a jegyző is felszólította, hogy költözzön ki, sőt a kormányhivatal is felszólította, hogy költözzön ki, mert a képviselőtestület ezt nem engedte meg neki, többször felszólította a képviselőtestület is, hogy költözzön ki. Ennek ellenére az Európai Uniós pénzből felújított a szolgálati lakásba a polgármester egyszerűen beköltözött. Ilyet én még őszintén szólva nem láttam, súlyosbítja a helyzetet, hogyha ez tényleg így van, de majd ezt nyilván meg kell nézni, hogy még egy utólagos mondva csinált és hamisított szerződést is csinált, hogy ezzel fedezze. Birtokomba került néhány jegyzőkönyv is,
ezekről a ülésekről, ezekről a képviselőtestületi ülésekről, és beszéltem itt helyben lakó emberekkel. Állítólag azért meri ezt megcsinálni, és sajnos a mai magyar valóságban ez nagyon is életszerű, mert fideszes, és nagyon jóban van a körzeti képviselővel. Ez teljesen sajnos beleillene abba a sorba, amikor kiskirályként a falvakat saját birtokuknak tekintő polgármesterek szállítják a Fidesznek a szavazatokat, és közben használják az Európai Uniós pénzeket.